Bár a Tőketerebesen és egész Kassa megyében meghirdetett Andrássy 200 emlékév decemberben lezárult, a múlt kutatása és felelevenítése korán sem ér véget, hangsúlyozta az Andrássy család egykori birtokán működő Dél-Zempléni Múzeum vezetője. A tőketerebesi Andrássy kastélyban 2016-os felújítása óta ugyanis szó szerint megelevenedik az Andrássy örökség. Ezt hirdeti és ezen dolgozik maga a múzeum és kastély fenntartójával, a Kassa megyei önkormányzattal karöltve. Az egykori tőketerebesi birtokhoz közeli Királyhelmecen is emlékeztek, a család ugyanis ehhez a térséghez is kötődik. A festmény Benczúr Gyula festménye után készült, körülbelül 1884-ben. Vajda Zsigmond idősebb Andrássy Gyuláról készített portréját mutatja a Betléri Múzeum igazgatónője. A kép a kitüntetéseit, azaz a császártól kapott aranygyapjas rendjelét és a máltai lovagrend nagy keresztjét is megörökíti. De fényképek a néhány éve felfedezett öccsének, Manónak és unokaöccsének, Gézának írt levelei is megtekinthetőek. A tavaly nyáron Betlérben megnyitott jelkép című tárlat egy részét az emlékév kapcsán Királyhelmecen is bemutatták. Kérést kaptunk Királyhelmecről is, és a kiállításunk egy részét ide tudtuk hozni. Persze nem tudtuk bemutatni az összes tárgyat, de a legértékesebbeket, lehet, hogy a legértékesebbeket is, és nagyon sok műtárgy most először hatta el a betléri kastély falait, és nagyon örülünk, hogy pont ide került egy olyan környékre, ami összefügg gróf Andrássy Gyula életével is, és a családjával is. Andrássy Gyula gróf szívesen és gyakran tartózkodott Tőketerebesi birtokán. Örök nyugalomra a kastélyhoz tartozó parkban talált. A jubileumi évforduló kapcsán a Tőketerebestől mintegy 60 kilométerre lévő kisvárosban, Királyhelmecen is fontosnak tartották, hogy tisztelettel adózzanak Andrássy Gyula és családja emléke előtt. Voltak kapcsolatai Andrássy Gyulának, nem kimondottan Királyhelmeccel, de a Bodrog közel, az ide valósi nemes családokkal, mint a Majlátokkal vagy a Sennyeiekkel, kapcsolatuk volt Szőlőskével is. Szőlőske nagyjából 3 órányi kocsi útra van Tőketerebestől, Gyula is családja birtokától, körülbelül félúton Királyhelmecre menet. A Terebesi hídbizomány részei voltak szőlőskei birtokok, földek, rétek, legelők és főleg a nagyértékű szőlős birtokok, és ezáltal a tulajdonában is voltak ezek a egykor az édesanyja a tulajdonában lévő épületek, illetve földek. Azt tudjuk, hogy a beteg édesanyjánál, ágyánál járt, amikor beteg volt 1876-ban, ez biztos. Régi anekdoták és mesék sokszor előbukkannak Szőlőskével kapcsolatban, és a régen ott élők, vagy ott dolgozók, aztán az akkor hallott, talán a szüleiktől, nagyszüleiktől hallott történeteket és meséket, aztán tovább gondolták, tovább fűzték, megnagyobbították, és már arról is volt szó, hogy maga Bismarck, a neves német kancellár és politikus is a szőlőskei házfalat adomázott Andrássy Gyulával. A szőlőskei kúria kapcsán egy különös fátyolos hölgynek a látogatását évtizedeken át emlegették. Ez a szájról szájra terjedt hír Andrássy Gyula és Erzsébet királyné, azaz Sziszi kapcsolatára és titkos találkozójára utalt szőlőskén. Ami biztos, hogy egyedül kettesben egyszer voltak pár percre, míg Gödöllőn egy vadászat után gödöllői vasútállomásra utaztak. És Erzsébet nem utazott, nem volt itt a Bodrog közben sem, és Zemplén megyében sem. És hát egy királynő mindig a társalkodó nőjével, körülvéve, személyzettel, nem is volt soha olyan intim
pillanat, amikor valaha is egyedül tudott volna lenni, tehát még hogyha akartak volna is, ez nehezen kivitelezhető lett volna. Szőlőskén igaz romos állapotban, de a mai napig áll a család egyik kúriája, ahol Andrássy Gyula édesanyja, Szapári Etelka gyakran tartózkodott, és itt is hunyt el. Andrássy Gyula 1876-ban Perbenyikben a Majlátok birtokán is járt. De hogy az utókor megtudja, hova mindenhova tett látogatást a gróf a térségben, az további kutatásokat igényel.